karácsonyi szokás, a betlehemezés és a szent családjárás voltak a legelterjedtebb szokások. Ünnepi ételek, a halászlé és a töltött káposzta a legnépszerűbb karácsonyi étel. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják. A betlehemezés és a szent családjárás voltak a legelterjedtebb szokások karácsony alkalmával. Dunapentelén az 1960-as években is még megtalálhatók voltak a betlehemezés hagyományai. Mára az ajándékozásnak van központi szerepe. Az üzletek már jóval karácsony előtt megtelnek különféle ünnepi díszekkel, a kereskedők akciókkal várják a vásárlókat, mindenki ajándékokat keres szerettei számára. Ez a szokás azonban csak nemrég került a karácsonyi hagyományok sorába. Régen inkább a betlehemezés és a szent családjárás volt a jellemző szokás ebben az időszakban. Karácsonykor, amikor Jézus születését ünnepeljük, több dramatikus néphagyománnyal találkozhatunk a magyar nyelvterület egészén, ilyen például a betlehemezés, ami országszerte elterjedt, és ennek is két típusa figyelhető meg. Egyrészt, amikor beöltöznek pásztornak, angyalnak, Máriának, Józsefnek, és házról házra járnak, és viszik magukkal a betlehemet. Maga a betlehem megnevezés csak Magyarországon Betlehem, ugyanis több európai országban jászolként fordítható, és itt különböző bibliai jeleneteket játszanak el a betlehemezés során, és itt a pásztoroknak a szerepét és a pásztoroknak a jelenlétét említhetjük meg, ami azzal lehet összefüggésben, hogy decemberben karácsony és új év között volt a pásztoroknak az elszámolása, és ebben az időszakban ezt a kitüntetett szerepüket jelenítheti meg végül is a Betlehem. A néprajzkutató elmondta, ezek a hagyományok a diák mozgalmak hatására terjedtek el. Ezeknek a játékoknak a betanítása ugyanis a tanítók vagy a papok feladata volt. Kiemelte, a betlehemezéshez kapcsolódóan még az 1960-as években is voltak gyűjtések. A másik ilyen népszerű szokás a szent családjárás volt. A szent családjárás az azt jelenti, hogy karácsony előtt 9 napon keresztül házról házra járnak, és elviszik magukkal a szent családnak a képét. Ezzel valójában a szálláskeresés motívumát és a bibliai megjelenítését próbálják meg újra-újra előhozni és eljátszani, és természetesen minden háznál imádkoznak, és ezzel várják végül is a kis Jézusnak a megszületését. Vámos Gabriella hozzátette, régen karácsonykor a különböző hétköznapi tárgyaknak és magának a hétköznapi időnek is a kiemelt szimbolikus tartalmával foglalkoztak. Mára azonban megváltoztak a szokások, az ajándékozás került előtérbe. Halászlé, rántott hús, töltött káposzta. A DSTV által megkérdezett emberek szerint ezek a legnépszerűbb ünnepi ételek. Szalka József boltulajdonos a karácsonykor legkelendőbb haltéléket mutatja. Mint mondta, a vásárlók az ünnepek előtt 2 héttel már elkezdenek készülni a karácsonyi vacsorára. Tapasztalatai szerint a legnépszerűbbek a pontyfélék. Általában pontyot visznek halászlénak. Ilyenkor megnől a fogyasztás karácsony előtt, meg hát karácsonyi ünnepre tekintette. Halászlé alapnak visznek kárászt, akkor ilyen pontyfejet, pontygerincet, harcsafejet, harcsagerincet, ezek van jók alaplének, és általában még harcsafilét szoktak vinni így gyakrabban. December 24-én hagyományosan a katolikus családok bőtölnek, és csak este fogyasztják el a vacsorát. Ez eredetileg alma, dió, méz és fokhagyma, majd vajas bableves hús nélkül, végül mákos guba volt. Újabban kialakult, hogy hal, illetve töltött káposzta is kerül az asztalokra. A DSTV által megkérdezett emberek számára a hús, illetve a halételek a legnépszerűbbek. Hát lesz jó kis húsleves, kirántott hús, káposzta, halászlé. A húsleves, ugye az nagyon rántott hús, ilyesmi, tehát... 24-én halászlé, hal, begli, 25-én húsleves,
sajtos, csirkemell, ilyesmi. Lesz töltött káposzta, az biztos, meg ilyen sokféle halászlé például. Mánkos bejgli, ami elmondhatatlan. Hagyományosan december 25-én következik a karácsonyi ebéd vagy a karácsonyi vacsora. A család, esetleg a nagyobb rokonság ilyenkor összegyűlik, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. A magyaroknál a bensőséges családi együttlét általában 24-e estéje, míg a nyugat-európai országokban többnyire december 25-e. Országosan is egyedülálló módon 5 csapatot versenyeztet a DFDS-e asztali tenisz szakosztálya. Az őszi szezont Varga Richárd értékelte. A DFDS-e asztali tenisz szakosztályának első csapata feljutott az MB2-es bajnokságba. A Jakab Gábort is soraikban tudó dunaújvárosiak 9 fordulót követően a tabella 3. helyén állnak. A szakosztályban az MB2-es csapat igazából azt kell mondani, hogy a várakozásokhoz képest abszolút jól szerepelt. Az elsődleges cél az a dobogó volt az év végére. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ennél többre hivatott ez a csapat, azt gondolom. A szakosztály azonban nem csak az MB2-ben képviselteti magát. Az első osztályban szereplő női csapat a 9. helyet foglalja el a bajnoki táblázaton. A DFDS-e két csapattal indult az MB3-as bajnokságban. A közép-dunántúli régióban szereplő együttes a tabella 8., míg a dél-dunántúli csoportban induló gárda szintén a 9. helyen áll. Míg a lányoknál a pontszerzés, az MB3-as csapatoknál a bennmaradás a cél. Varga Richárd az MB2-ben szereplő együttes tagja, bízik a sikeres szereplésben. Jelen pillanatban a dobogó az egyértelműen realitás, és egy pontra vagyunk a feljutó helyet jelenthető második helytől. Az első helyezett 3 pontra van tőlünk, az sem egy ledolgozhatatlan hátrány, ugyanis az első és a második helyezettől csak minimális különbséggel kaptunk ki. Tehát a tavasszal egyértelműen az a cél, hogy mindenkit megverjünk, és aztán lesz, ami lesz. Tehát indul a tavaszi hadjárat. A DFDS-e asztali tenisz szakosztályának MB2-es csapata január 4-én egy elmaradt mérkőzés pótlásával fejezi be az őszt, majd 11-én kezdődik a bajnokságok tavaszi szezonja. Európai parlamenti választás, Parázs Varázs és Bringa Túra színesítette a májusi események sorát. A hónap összefoglalója következik. Május 25-én volt az európai parlamenti választás, amelyen a Fidesz-KDNP listája első helyen végzett. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a választópolgárok 28,92%-a szavazott. Az 5 évvel ezelőtti választáson ez 36,28% volt. Dunaújvárosban is az országos átlaghoz hasonlóan jelentek meg a szavazókörökben. A több mint 40 000 választópolgárból mintegy 11 000 vettek részt a voksoláson, ez 28,98%-a a városban választásra jogosultaknak. 5007-en a Fidesz-KDNP-re szavaztak, ami 43,5%. A második legtöbb voksot a Jobbik kapta. Városunkban 1737-en döntöttek a párt mellett, ami 15,9%-ot jelent. Az MSZP a szavazatok 13,65%-át kapta, azaz 1571-en tették le voksukat mellettük. A demokratikus koalíció csak néhány szavazattal maradt alul, 1568-an szavaztak rájuk, ez 13,62%. Az Együtt PM 8,21%-ot, az LMP 4,69%-ot, a Haza nem eladó mozgalom 0,74%-ot, valamint az SMS 0,5%-ot szerzett az idei európai parlamenti választáson. A Fidesz-KDNP 12, a Jobbik 3, az MSZP és a DK 2-2, valamint az Együtt PM és az LMP 1-1 mandátumot szerzett az Európai Parlamentben. A választás hétvégéjén rendezték meg a dunaújvárosi családi hétvégét. A Parázs Varázs idén is rengeteg embert csalogatott a Dunapartra. Sokan voltak kíváncsiak a fellépőkre is. A sztárvendégek között volt Dérheni és Vastag Csaba. Mindketten voltak már Dunaújvárosban, és elmondásuk szerint nagyon szeretnek ide járni. Voltam Dunaújvárosban egy csomószor már, és nagyon-nagyon szeretem, nagyon szép itt az a Dunapart is. Nagyon kedvelem a helyi embereket.
Nagyon remekül érzem magam a színpadon, mert már elmondtam, egy olyan helyre érkezek, ami egyébként is a szívemhez közel álló város. A közönséget pedig már találtam ismerős arcokat is a közönségben, az annyira vicces, és már ott várnak egyébként a dedikálásnál. Nagyon jó közönség van. Délután van, csodálatos az idő, remek a hangulat, nagyon jó délutáni kikapcsolódás, nagyon jó programok vannak a színpadon, láttam előttem, utánam kikövetkeztek, szóval így nagyon szépen össze van rakva ahhoz, hogy egy nagyon jó megalapozott, jó hangulatú délutánt alapozunk meg a családoknak vagy az embereknek. Dunaújváros is csatlakozott az 1000 lámpás éjszakája elnevezésű programhoz, amelynek során a magasba engedték azt a több ezer lámpást, amelyekkel az eltűnt gyermekekre emlékeztek. Jó magam is kívánok mindenkinek, úgymond eseménymentes szép délelőttet, ahogy a idén 30. alkalommal rendezték meg a hagyományos bringatúrát, amelyen a versenyzőknek Dunaújváros mezőfalva Dunaújváros távot kellett teljesíteniük. Régi a műsor, hiszen 30 éve Dunaújváros és mezőfalva között tekerik le a távot a bringások. Kicsit új a helyszín, hiszen a belváros átépítése miatt először a bringatúrák történetében a Dózsa mozi térről rajtol a mezőny. Ez nyilván ad egy kis logisztikai feladatot a szervezőknek és a biztosító embereknek, de remélem, hogy balesetmentesen és jó hangulatban ugyanúgy megcsináljuk az idei bringatúrát, mint az előző 29-et. Az indulás előtt egy kis bemelegítés volt, hogy a résztvevők ráhangolódjanak a tekerésre. Ezt követte a rajt, amit már mindenki nagyon várt. Az idei évben 1200-an jelentkeztek arra, hogy teljesítsék a távot Dunaújváros és mezőfalva között. A mezőnyt ebben az évben is rendőrök kísérték. A teljesített táv után a résztvevők fáradtan, ám annál nagyobb élményekkel tértek vissza a kiindulási helyre. A Dunaújvárosi célállomáson bemutatóval és retro kerékpárkiállítással várták a célba érkezőket. A jubileumi rendezvényt a hagyományokhoz híven idén is a tombola sorsolás zárta. A DFVE együttese második, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia csapata a harmadik helyen végzett a bajnokságban. Tekintsék meg májusi sportösszefoglalónkat! A női vízilabda bajnokság döntőjének negyedik mérkőzésén Mihók Attila tanítványai a Szentes együtteséhez látogattak. A három győzelemig tartó párharcban a csongrádiak 2-1-re vezettek, így az újvárosiaknak mindenképpen nyerniük kellett, ha életben akarták tartani bajnoki reményeiket. A vendégeket rengeteg szurkoló elkísérte a találkozóra, így remek hangulatban vághattak neki az összecsapásnak a főiskolások. A rendes játékidőben 9-9-re végeztek a felek, a büntetőket a hazaiak lőtték pontosabban, így a csongrádiak megnyerték a találkozót és megszerezték a klub 11. bajnoki címét. 22-22-es döntetlen követően 7 méteresekkel kapott ki a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia együttese az ÉR csapatától a bronzcsata második mérkőzésén. Így a bajnokságot a negyedik helyen zárták Máté Tieszter tanítványai. A hazaiak edzője a mérkőzés miatt csalódott volt ugyan, de a csapat egész éves teljesítményére büszke volt. A dunaújvárosiaknak nincs okuk szégyenkezni, ugyanis a tavalyi 8. hely után a negyedik hely hatalmas előrelépésnek számít. 3 napig a floorballé volt a főszerep a Dunaújvárosi Főiskola A épületének tornacsarnokában, ugyanis városunk adott otthont a 11. alkalommal megrendezett floorball MEFOB-nak. A tornát végül a BME együttese nyerte meg, akik a döntőben a Deac gárdáját győzték le. A Dunaújvárosi Főiskola csapata a 7. helyen végzett. Kis Tibor az együttes technikai vezetője kiemelte, az OB1-ben szereplő keretből mindössze 3-an vettek részt a tornán. A Magyar Egyetemisták és Főiskolák Országos Bajnokság már a 3. alkalommal rendezték meg városunkban. A korábbi évekkel ellentétben idén 14 csapat helyett 12 nevezett. A 3-napos megmérettetésen 12 csapat csaknem 150 játékosa lépett pályára.
Még az akrobatikus cheerleader táncosok is megmutathatták tudásukat az 5. alkalommal megrendezett nagy sportág választón. A 44 sportágat felvonultató rendezvényen mindenki megtalálhatta azt, ami igazán érdekelte. A rendezvényt idén összevonták a hangszer, illetve művészeti ágválasztóval is, ami a gyermekek körében nagy sikert aratott. Pető Zsolt, a rendezvény főszervezője elmondta, nagyon fontos, hogy a gyerekek közvetlenül megtapasztalhassák azt, mit jelent számukra a sport vagy a zene. A pénteki napon több mint 1200 látogatót vonzott a rendezvény. Főbb híreink következnek. Még egyszer, röviden. Karácsonyi szokás. A betlehemezés és a szent családjárás voltak a legelterjedtebb szokások. Ünnepi ételek. A halászlé és a töltött káposzta a legnépszerűbb karácsonyi étel. Véget ért hírműsorunk, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.